Petnyi Gábor a torna névadójának fia vegyes érzelmekkel lép pályára évről évre ezen az eseményen. Örülök, hogy összejönnek azért a környékbeli csapatok, és akkor évről évre szinte egy alkalom kihagyással újra itt vagyunk minden télen, és hát egy nap legalább emlékezünk rá, és ez büszkeséggel tölt el, hogy a kiskörösi sportvezetés labdarúgó szakosztály becsüli annyira apukámat, ugye, hogy megrendezésre kerül ez a torna. Ezzel a kiskörösi tornával kezdődik az év a környékbeli csapatok számára, melyek ezekben a napokban kezdik meg az alapozást. A megyei bajnokság március elején indul, így mindössze másfél hónap marad a felkészülésre, melynek pillanatnyilag szerencsére kedvez az időjárás. A klub vezetése elégedett a gárda őszi teljesítményével, és hasonló játékot várnak tavasszal is. Az átigazolási időszak még tart, így a várható változásokról csak óvatosan nyilatkoznak. 100%-os hírrel nem tudok szolgálni. A Cserny Csaba kérdése pillanatnyilag kérdéses a tavaszi játéka a csapatunkban, amit nagyon sajnálnék, nagyon jól kiegészítették egymást Füllekivel, úgy gondolom. Csabi játéka egyelőre kérdéses, megegyezés tárgyát képezi. A második része igazolás. Úgy néz ki, hogy visszatér hozzánk Szent Györgyi Ákos, aki saját nevelésű játékos volt MTK-ban, tehát Kecskemétben, Bajában, Pest más csapatban is játszott. Hát ő nagyon ügyes, nagyon tehetséges. Bíznék benne, hogy nálunk fog játszani, hisz nálunk a helye. Nagyon örülnék neki, és Bányai Máté az ifjúsági csapatból, a harmadik rész, aki most itt játszik már a Kispelyes tornán és Pecnik tornán a csapatunkba. Szeretnénk őt felhozni és játék lehetőséget biztosítani. A 8. Pecnik Sándor teremlabdarúgó emléktornát végül a Kiskörös LC gárdája nyerte. Második lett a Pecnik válogatott, harmadik a Soltvad kerti téje. A negyedik helyen az Akasztóiak, az ötödiken pedig a Keceliek végeztek. A torna gólkirálya Füleki Antal lett 8 góllal, a legjobb kapusnak az Akasztói Németh Zsoltot választották, a legjobb játékos külön díját Szlovák Pál kapta a Pecnik válogatottból, a legjobb hazai játékosnak járó trófeát pedig Berekszászi Rihárd érdemelte ki.